Fegyelmezett fiatalok a küzdőtéren, érmek az asztalon, szülők a lelátón. A megszokott koreográfiával indult a Máté Szalkai MTK idén záró gálája. A klub 14 csapatával, a kézilabdát tekintve a vármegye legnagyobb utánpótlás nevelő bázisának számít. Mint az MMTK elnöke elmondta, voltak nehézségeik az elmúlt hónapokban, de összességében sikeres szezonra tekinthetnek vissza. Idén 205 igazolt versenyzővel tudtuk elkezdeni a szezont. 215 bajnoki mérkőzést játszottak le ezek a gyerekek, és hát azért vettem a fáradtságot, és ha már statisztikáknál tartunk, akkor körülbelül 1700 olyan foglalkozást tartottak a szakembereink, akikkel a legkisebbektől, a 7 évesektől egészen a 19 évesekkel bezárólag eredményes munkát tudtak végezni. A legkisebbek a szív- és kézilabda bajnokságban ugye mérték össze tudásukat januártól, tehát nekik volt pár hónap a hosszabb időszak a felkészülésre, ami szükség is volt, hiszen azért ne felejtsünk el, hogy azért egyetlen egy szezon se múljon el az utóbbi időben valamiféle akadályok nélkül. Hát most ebben az évben az akadályt nekünk itt jelenleg az energetikai problémákból adódó terembérleti lehetőségek korlátozása volt, ugye hiszen a sportcsarnokunkat be kellett, hogy zárjuk, és ezért a működő csapatainkat ugye a befogadó intézményekbe, általános iskolákba elsősorban, de volt úgy, hogy nagyobb utánpótlás csapatainkat Nyírbátorba kellett, hogy átszervezzük az edzéseiket, és oda jártak, illetve mérkőzésekre is. Az alacsonyabb korosztályokban a jelenlegi versenyrendszer szerint nem számolják az eredményt, így tabellás sem vezetnek. A 14 év fölötti kategóriákban több csapat is eredményesen szerepelt. Fiúknál azért megemlítem az U15-ös csapatunkat kiemelkedően, hiszen a alsóházi regionális rájátszás első helyezett, vagy aranyérmét nyerték meg, és ami még nagyon fontos, a legidősebb utánpótláskorú versenyzőink pedig az MB2 utánpótlásaként szerepelnek, ugye, és a nemzeti bajnokság harmadosztályában az U19-esek között mérjük össze tudásukat, és örömteli tényként tudom elmondani, és büszkeséggel tölt el mindenkit, hogy ezüstérmesek lettek, megelőzve akadémiai utánpótlás nevelő csapatoknak a fiataljait is, és ami még nagyon fontos ebben és kiemelendő, hogy ez, mint említettem, U19-es, azaz 19 évesekkel bezárólag történik a bajnokságban szereplő gyerekeknek a versenyeztetése, és nálunk ezek a gyerekek 14-15 évesek, tehát óriási lehetőség előtt állnak, és ha még azt hozzáteszem, hogy a ezen U19-es csapatból az MB2-es felnőtt női csapatnak is oszlopos tagjai vált 4-5 gyerek, akkor ez pedig azt gondolom a jövő vonatkozásában, ami a felnőtt kézilabdát jelenti Máté Szalkán, ennek az utánpótlása is biztosítottá válik. A Máté Szalkai felnőtt női csapat az 5. helyen végzett az NB2 északkeleti csoportjában. A férfi szakákban nincs felnőtt együttese az MMTK-nak, de mint Torma Tamás elmondta, terveik szerint az U15-ös együttese építve néhány éven belül szeretnének változtatni ezen a helyzeten.